Sziasztok, Maris vagyok, és újra jelentkezem a képtelen háttér mögött. Megígérem, videóban is látni fogjátok, hogy most decemberben rakni fogok bele képeket. És hát eljött az évnek ez a pillanata is, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, remélem ti is, mert hogy elkezdődik a... Hogyha esetleg nem láttátok a tavalyi Vlogmas sorozatot, akkor ide kattintva majd lecsekkolhatjátok, és ugyanúgy lesz, mint tavaly, hogy hetente fogok videót posztolni, tehát összesen 4 Vlogmas lesz, és minden pénteken lesz videó. Egyébként most jöttem rá, most látom magamat, és úgy nézek ki, mint a Jay és Néma Bobból a Jay. Na és egyébként a lakás nincs is feldíszítve ilyen karácsonyira, nem is nagyon vannak ilyen díszek, úgyhogy most fogunk Klauval elmenni, és veszünk díszeket. Na bejöttünk a Tesco-ban, próbálom nem nagyon mutatni egy videózat, mert itt nem nagyon szabad. Van, itt dolgozik egy néni, úgyhogy nagyon kell vigyázni. Itt ez mind ilyen karácsonyi dolog. Ott van egyébként a néni. Mert mint hogy egy gangster élet. Igen, most tag life-oló, mert ott a néni, és nem szabad. Akarok venni műfát, de nem az lesz a karácsonyfánk, ez csak egy dísz lesz, és nekem ez tetszik. Az a fehér is tetszik, de az már nagyobb. Ez a fehér meg elég gagyin néz ki, úgyhogy szerintem ez lesz. És az ára is tök jó szerintem, 1500, hogy akciós, Claudia. Amúgy ezek is nagyon szépek, de én inkább az igazi fa híve vagyok, szóval lesz igazi fánk. Ez csak ilyen dísz lesz. Akkor egy... De akkor ez roncsos. Mi roncsos? Hát a ronda doboza. Habár van egy csomó karácsonyfa díszünk, szerintem túl sok is, de nem baj, Klaudiának most ez nagyon megtetszett, de szerintem csak azért, mert ez is akciós. Csak az van odaír, hogy akciós. Amúgy szerintem is, úristen, ezek a díszpernek borzalmasan néznek ki. Ki veszi el? Mi az Isten? Opa. Klaudia, szerintem neked komoly függőséged van a gyertyákkal, a gyertyatartókkal kapcsolatban. Nem tudjuk hova rakni, otthon van vagy 500 gyertya. Na, de nem veszünk. De most van egy csomó otthon. Jó. Akarok az ajtóra egy dísz, csak nincsen semmi akasztó az ajtón. Blue tech-kel odaragasztjuk? Gizivel. Na, akkor Klau választott. Ezt a fát vesszük meg. Vagyis ajtódísz. Találtunk egy ilyen egyáltalán nem csicsás szarvast. Nem, ez full átlagos. Na, vegyük. Szerintem az év minden napjánként lesz. Ezek még szépek. És olyan snowsat fogunk valószínűleg venni. Nézzétek, milyen cuki dolgot találtam. Mikulás Klaunak nagyon nem tetszik, de nekem tetszik. És szerintem 2000 forintért tök jó. Úgyhogy jössz velünk? Szem nélküli Miku. Úristen, halljátok, Klau olyat talált, hogy bele kell mondani bármit, és azt visszaénekli. Annyira várom a karácsonyt. Annyira várom a karácsonyt. Karácsony, kicsit creepy. Otthon van egy csomó művirág, és ahelyett lehetne ilyen műmikulás virág. Nem, hogy ezek nagyon rondák, de csinálhatok szépet belőle. Veszünk egy random konyharuhát, mert azt mondta Klau, hogy... Hát, hogy jól néz ki ilyen flat lay-ekhez, meg ilyesmilyen karácsony. Szóval ilyen insta képekhez megveszi a konyharuhát. Na most kijöttünk, és mondta Klau, hogy vett nekem valamit, és most adja oda, mert hát elég feltűnő lenne így, ha hazavinnék. Azt mondta, hogy nagy dolog. És én azt hittem, hogy egy adventi kalendárium, mert én arra vágytam, és most azt mondta, hogy nem is az. De még lehet, hogy csak viccel. Aj, ez a... Aj, de akkor mi? Adáthatom? Igen. Ez mi? Az, ezt néztem ki! Miért csaptad? Köszönöm szépen! Ez nem reklám, de imádom a Kindert, főleg a Chocobons. Na, hazaértünk a boltba, viszont majd holnap fogjuk feldíszíteni a lakást, mert most nincs rá időnk. És most megyünk készülődni, hiszen a telekomosok, akik egyébként szponzorálják ezt a videót, köszönjük szépen nekik, meghívtak minket egy eseményre, az új székházukba, a Beszabaduló Buli nevezetű rendezvényre, ahol lesz ilyen saját csapat, meg bulizunk is, úgyhogy ti is látjátok, gyertek velem! We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting. Én mondok egy szót, háromig számolok, és mindenki mondja ki az első szót, ami arról lesz. Digitalizáció. Egy, kettő, három.
A rendezvényen kaptam egy 30 fős csapatot, akikkel különböző programokon vettünk részt. Az első programban különböző játékokat játszottunk, amikkel nem csak a testünket, de az elménket is megmozgattuk. Utána a jóga alapjait próbáltuk elsajátítani. A harmadik programként pedig egy grafikusnak mondhattuk el, hogy szerintünk milyen egy álommunkahely, ő pedig ezt lerajzolta. A végeredmény nagyon vicces lett, még Loch Ness-i szörny is van ezen a munkahelyen. Az este zárásaként finom ételeket, italokat fogyaszthattunk, utána pedig a Blaha Louisiana együttes zenét, akiket egyébként most hallottam először, de nagyon tetszett. Only to stand yourself aside. A rendezvény összességében nagyon szuper volt, örültem, hogy találkozhattam sok nézőmmel, és nagyon jól éreztük magunkat az esti bulin is, köszönjük szépen a meghívást. Na sziasztok, vasárnap van! Ma nem csináltunk sok mindent, Cloud tanult, egyébként meg takarítottunk, meg mostál, végül is akkor sok mindent csináltunk, na mindegy, meg főztél is. Most megyünk át Ágicáékhoz, mert mi csórok vagyunk, és nincsen nyomtatónk, és Cloudnak a suliba kell nyomtatni dolgokat, hogy náluk kinyomtatjuk, és utána hova megyünk Cloud Ágicáékkal? A karácsonyi vásárba. A Vörösmarty téren minden évben van vásár, kimegyünk, de semmit nem veszünk, mert... De most fogunk. Csórok vagyunk. Ja, igen, küldös kalácsot. 1500 forintért. Nem baj, Mari, finom lesz. Aluljárós küldös kalácsot nem eszed meg, mert mindig így csinálsz, A snob vagyok ahhoz. Na, itt vagyunk Ágicáék lépcsőházában, és képzeljétek el, hogy itt pár napja, vagy hete volt egy patkány. Körülbelül két napig, ugye ez egy ilyen zárt lépcsőház. Itt futkorászott, és Ágica meg engem hívott, hogy úristen, nem merek felmenni, mi van rajtad? Ágica, benne lehet a lakás a vlogban? Igen. Hogy becsúsz? Hello! Várjál, mert csizmában vagyok. Katica? Vatardóz! Ez micsoda varázs? Várjál, itt a varázs. Nem mondtad mi? Halljátok ezt a karácsonyi musikát? Sütöttem palacsintát. Menni kéne. Hát, ha a tavalyi vlogmászra emlékeztek, ez az úriember ugyan itt állt. És hogyha adtok neki, akkor elvileg megmozdul. Kos! Kos! Ó, ki fog nyerni? Megint a Klau, mint mindig. Akkor miért azt ugod be? Mi? Nagyon finom. Hogy van szlovákul a boldog karácsony? Veszele Vianoce. A veszele Vianoce? Veszele Vianoce. Veszele Vianoce. Na nézzétek, van itt egy ilyen random kilátó, amit még eddig soha nem láttam itt a vásáron, úgyhogy most felmenjünk a tetejére. Elindultunk
a bazilikához, mert hogy ott is van egy adventi vásár, és gondoltuk, megnézzük, mert ott még Klauval sosem voltunk. És hát közben... Oj! Itt van mögöttem... az óriás kerék. Én már egyszer ültem fent Attival, nekem annyira nem jött be, de most a többieknek megjött a kedve, kivéve Ágicának, mi a baj, félsz? Nincs döntési szavazatom. Nincs döntési szavazatom. Ágica, nem szabad. De ez itt egy videós, vagy ilyen? Igen. Akkor ismerlek el. Jaj, nem félek. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body all so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. Sziasztok, december 3-a van, hétfő. Képzeljétek el, hogy pár nappal ezelőtt tök véletlenül találtam az interneten, hogy rászoruló gyerekeknek van ilyen csoki gyűjtés, amit a Puder nevezetű kávézóba lehet vinni. Azt az Ágicát, hogy Ágica, van kedved csokit venni? Yes. Szerintem így vigyük. Így az egész. Na megvan a zsákmány, végül én 25 tábla csokit választottam, Ágica meg 10-et, magunknak is vegyünk. Hello, a csoki adománygyűjtést hoztunk. Ó, köszi szépen. Na hát leadtuk a csokit, és most már ne hozzatok ide a Puder kávézóba csokit, mert mire kimegy ez a videó, sajnos már nem lehet, mert december 7-ig lehetett hozni, de Instagramra kiírtam, hogy hozhattok. Ágicától most sajnos elbúcsúzom, és megyek tovább a partnercégemhez. Sziasztok, december 4-e van, folytatódik a vlogmesz, és itt vagyunk most a Lourdes-ban, a mozi részeken, és itt van velem Flóra és Dani. Hello. Ők a Star Networknél dolgoznak, és most azért vagyunk itt, mert a Star Network, ugye a partner cége, most egy ilyen jótékonysági rendezvény szervezett. Hátrányos helyzetű gyerekeknek szerveztünk egy vetítést, és így megnézhetik a legújabb Mindstorm a filmet, találkozhatnak videósokkal, többek között Marissal, és egy kis kedvességgel is, egy kis ajándékba is kedveskedünk nekik így karácsony közelettével. És most, amit hallhattok, az a Mindstorm új filmje. Ezt kinek a hangja? Ez a Varusnak a hangja, és az Oké Zsoki, az a cím. Ja, igen, igen, igen. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Felveszünk, figyelj, lekövetjük kamerával, jó? Figyelj! Bum! Közelebb zoomolni szeretem. Csak így kell zoomolni. Csak egyenesen fogjátok, nem szabad rázni. Ne rázol! Na sziasztok, december 6-a van, Mikulás. Hát én úgy keltem, hogy nagyon így olyan furán fáj a torkom, így ki van nagyon száradva. És így minden itt úgy fáj, de remélem elmúlik. Na most fogunk mikulásozni Klauval, és Klau nem találta az én mikulás zoknimat, ezért a sajátjába rakta a cuccokat, én most pedig akkor az enyémbe rakom az ő cuccait. Na szóval először is van egy ilyen, amit kap a Klau, aztán van egy ilyen, és akkor ebbe a zokniba rakom még ezt, meg ezt, meg ezt. Nézzek ki, mint egy hulla. Miért? Hát, mert még csak a korrektor van a fejemben. Hol ez lenni? Jaj, micsoda! Jó, kis cica!
cuki. Úristen, Mari. Ez ugye közös? Én sehetek belőle. Úristen, de jó gyerek voltam. El se hiszem. Nem biztos, lehet, hogy ez tele van virgáccsal. Úristen, Marian. Gyertya! Én majd ezt szeretem a gyertyákat. Jó? Nagyon jó. Júj! Marian, nagyon jó vagy. Mi az? Kávé. Köszi, Mikulás! Ezt csinálj úgy, mintha most vennéd ki belőle. Imádom ezt a chipset. Úristen, mennyi. Milyen Mikó. Ezt erre vártam. Nagyon ismer engem ez a Mikulás. A kedvencem, dupla rop. Nagyon szépen köszönöm. Még mindig kaló. Igen. Na közben elkészültem, mert mindjárt megyek el itthonról, Klau meg már elment suliba, és mint már láthattátok, egy-két felvételből feldíszítettük a lakást tegnap este, úgyhogy mindjárt bemutatom nektek az egészet, de előtte megmutatom, hogy hogyan is díszítettünk. Most fogjuk a lakást feldíszíteni karácsonyiasra, és nagyon izgi, mert tavaly nem igazán volt, körülbelül 2 csóri dísz volt a lakásban. Vettem egyébként egy Mikulás virágot is, illetve itt vannak az alapból meglévő díszek, és itt vannak, amiket tegnap vettünk. Első feladat, Klau, hogy elrakjuk az olyan díszeket, amik nem ilyen karácsonyiasak, hanem nyári, vagy ilyesmi. Na, először is levesszük ezeket az alátéteket, mert te helyett van ezüst és arany. Igen, azt már ide is hozhatod. Vagy mi ez? Ezüst és fehér. Kicsit színvak vagyok, bocsi. Hát innen ezeket mind elrakom, mert ez mind nagyon ilyen tavasz, meg nyár. Akkor megeltem az egész kalendáriumodat? Oh no! Nincs benne égő! És akkor megmutatom, hogy miket díszítettük fel a lakást. Itt a folyosón a cipőtartón van egy csillag, itt pedig egy ilyen Mikulás sapkás szalag, ahogy én nevezném. Aztán itt mű Mikulás virág, és ez a kedvencem egyébként, mert nagyon jól néz ki ez a matrica. Aztán a nappali pedig így néz ki. Ezt is a netről rendeltem. Azt hittem, hogy ez ilyen kicsi lesz, de ilyen óriás, de nem baj, mert nagyon jól néz ki. Aztán itt a szekrény eléggé túl zsúfolt, de nem baj, ezt így szeretjük. Sajnos nincs elem, majd megmutatom elemmel is, hogy ég, de amúgy ugye itt van egy égősor. Egyébként ilyen apróságok vannak itt, például az az ajándék, dobozos szalag, meg ott az a Mikulás, ami mi a franc? Magától megfordult. Én szerintem ezt így raktam vissza. Aztán ezt is a netről rendeltem, ezt az égősort, ezt a hóembereset nagyon jól néz ki. Aztán itt van egy ilyen lógós, itt van 2 karácsonyi díszpárna, nagyon jól néznek ki szerintem. Ott pedig egy-egy csillag, ugyanilyen csillagok vannak itt a szekrényen, oda ragasztottam celluxal, és még ez a rész, ami nagyon szép. Hát ez a karácsonyfa, én ettől el vagyok ájulva, hogy 1500 forint volt, nyilván égő sor nélkül, de nagyon-nagyon jól néz ki. Így néz ki az étkező asztalunk, ugye lecseréltük az alátéteket, illetve itt van az adventi koszorú, illetve még ez a rész van, szóval így néz ki a történet. Szerintem nagyon cuki lett, és majd megmutatom persze, hogy minden fény fel van kapcsolva, meg majd gyertyákat gyújtunk, és
nagyon hangulatos lesz. És most pedig megyek Érdre, hiszen sokan tudjátok, mert szerintem, hogy apukámat Miklósnak hívják, szóval ma van a névnapja, úgyhogy a bátyámmal átmegyünk hozzá és ebédelünk, de gyorsan még megmutatom nektek, hogy mit vettem névnapja alkalmából. Szóval először is vettem neki ilyen feta sajtos olivabogyós cuccot, mert az ilyeneket imádja. Ez ilyen citromos heringfilés téma. Vettem neki egy sört. Na figyelj, ez annyira jól néz ki, 3 különböző anyagú és mintájú konyharuha, és hát apának ilyen 1000 éves konyharuhái vannak, úgyhogy ez szerintem jól fog jönni neki, úgyhogy bepakolom, aztán induljunk is. Na már itt vagyok Érdem, viszont nem igazán tudtam videózni, mert eléggé lebetegedtem, szóval most ezt a vlogmeszt le is zárom, viszont most kúrálni fogom magam, hogy mindenképpen a következő vlogmeszre jól legyek, és tudjak nektek videózni. Remélem tetszett nektek ez a videó, és hogyha igen, és szeretnétek még látni a vlogmesz folytatását, akkor dobjatok egy lájkot, és mindenképpen írjátok le a véleményeteket kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek ez a vlogmeszt, és hogy miket szeretnétek még esetleg látni, vagy mit látnátok szívesen már. Hogy ilyesmi, és hát a következő pénteken ugye eljövök a második résszel. Sziasztok!